A diátadó megjelent óvodásokat, iskolásokat, felkészítőiket, a szülőket a pályázat kiírói nevében dr. Zsembeli József, a MATE Karcagi Kutatóintézet igazgatója köszöntötte. Tavaly évben ünnepelt a Karcagi Kutatóintézet a fennállásának 75. évfordulóját, és ezen alkalomból tavaly novemberben tartottunk egy jubilami ünnepséget, majd még december folyamán kiírtuk ezt a pályázatot, aminek az eredményeit most itt láthatjuk. Több kategóriában karcagi intézmények, óvodák, iskolák részvételére számítottunk, és a számításaink be is váltak. Kifejezetten a kutatóintézethez kapcsolódó történetek rajzba öntését vártuk el az óvodásoktól, élményeim a Karcagi Kutatóintézetben címmel rengeteg rajz érkezett be, különböző technikákkal készültek ezek a rajzok, az eredmény hirdetésén lesz figyelembe is vettük egyébként, illetve iskolások számára írtunk ki tanulmányi versenyt, összeállítottunk feladatlapokat, két különböző szinten, ugye alsósoknak, felsősöknek, mindegyik nyilván a Karcagi Kutatóintézet által művelt mezőgazdasági kutatáshoz, természetvédelemhez, természetismerethez kapcsolódik. Nagyon szép számmal jöttek be pályamunkák itt is, illetve a harmadik kategória pedig középiskolások számára írtunk ki, Nyíri László professzor úr életútját bemutató kis esszék írására kértük fel őket, és ilyen pályaművek is érkeztek, ezeket is ugye értékeltük. Mint elhangzott, a rajzpályázatra élményeim a Karcagi Kutatóintézetben címmel a karcagi intézmények óvodásai és alsósai adták be munkáikat. A középiskolák diákjai dr. Nyíri László professzor munkásságát, életútját bemutató tanulmánnyal pályázhattak. Összesen 77 pályamunka érkezett be. Nekiültünk. Nagyon nehéz volt nyilván a bírálat, illetve megállapítani azt, hogy most ki a sok jó közül ki a legjobb, de én úgy gondolom, hogy mivel több mint 40, azt hiszem 44 díjat fogunk kiosztani, tehát azért a pályázóknak a legtöbbje az díjazásban részesül, ami azt mutatja, hogy igenis nagyon szép munkák érkeztek be. Voltak érdekességek, volt olyan, amikor mi is nevettünk, mosolyogtunk azon, amit azokon az a rajzokon, amikor felismertük ugye a kerti tavat, vagy az épületet, vagy a traktorokat, amiket ugye az óvodások, kisiskolások láttak, és ami megmaradt bennük, de mindazonáltal én úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek is egy élmény volt, szerintem a szülők is büszkék lehetnek majd a díjazottakra, illetve már is büszkék, és én úgy gondolom, hogy a tanítók, tanárok, óvodapedagógusok is így közelebb kerültek a kutatóintézethez, és akkor lehet ebből akár hagyományt is teremteni. Szepesi Tibor polgármester köszöntőjében köszöntötte a kiíróknak a kezdeményezést, hogy megszólította a karcagi fiatalokat, a jövő generációját, hiszen mindazok a rajzok, esszék, dolgozatok, amelyek elkészítésre kerültek, függetlenül attól, hogy helyezést értek el, nagyon fontos részei annak, hogy egyfajta szemléletváltás történjen a jövő számára, mondta a városvezető, aki szólt az Asszály konferencia fontosságáról is. Látjuk, nyilván nem éppen a mostani időszakban, de a tavalyi évben láttuk, hogy mekkora asszály sújtotta a mezőgazdaságot. Most egy picit jobban állunk a csapadék mennyiségével, de mindenképpen fel kell arra készülni, hogy a következő évek akár súlyosabb következményekkel is járhatnak. Nem minden évben van asszály, nem minden évben vannak árvizek, meg kell ezekkel küzdeni, és ezekre a feladatokra hívja föl a Karcagi Kutatóintézet is a figyelmet, és bízom abban, hogy mindazok, akik most ebben a teremben díjazottak, illetve figyelemmel kísérték azt a programot, amelyet a két intézmény szervezett és bonyolított le, azok a jövőben egy picit jobban oda fognak figyelni azokra a feladatokra, amely a következő generáció előtt áll. Szeretnék gratulálni mindenkinek, aki elkészítette pályázatát, és a mai napon kiállításra kerül, pályaműve, illetve díjazásra kerül. Én bízom abban, hogy ez a jó kapcsolat az intézet és a városi intézmények között, az oktatási nevelési intézmények között
továbbra is fent fog állni. Köszönöm szépen azoknak a pedagógusoknak, felkészítőknek, akik odafigyeltek a fiatalokra, segítették az ő munkájukat, és figyelemmel kísérték azt a pályázati folyamatot, amely kapcsán ma itt lehetünk. Én köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a részvételt, és gratulálok a díjazottaknak. Majd dr. Zsembeli József és Kunné Nánási Mónika a Dériné megbízott igazgatója átadta az óvodásoknak, általános és középiskolásoknak összesen 44 főnek a díjakat.